A Zempléni Gombász Egyesület gombás lepcsánkát készített, a gyerekek szőttek, fontak és manúsipot készítettek a Kazinczy Ferenc Múzeumban a múzeumok éjszakáján. Nem olyan nehéz, én igazából járok kerámiára, ahol ilyen dolgokat csinálunk, de én szeretem ezt a stílust. Nagy sikert aratott a családok körében, a kulturális intézmény kiállításaiban zajlott elemlámpás tárlatvezetés. Az erdőjáró kalauzában ráadásul egy király pitonnal is megismerkedhettek az érdeklődők. A bátrabbak akár meg is simogathatták a hüllőt. De igazi különleges zenei élményt biztosított Kegye János Pánsip művész előadása is a hallgatóságnak. Nagyon felemelő volt, úgyhogy élveztük minden percét, még csak most csöppentünk bele, de igazán nagyon bántuk volna, ha kihagyjuk, és csak hallomásból halljuk, nem vagyunk a részese, úgyhogy köszönjük az élményt, nagyon szép volt. A Pánsip művész közel egy évtizede adott koncertet utoljára Sátoraljaújhelyben. A múzeumban komoly, könnyű és népzenei átirataiból adott át egy csokorra valót a közönségnek. Az embereket nagyon megfogja, meg elvarázsolja, meg úgy lelazítja, mert hát az is spirit, ez a hangszer, tehát az első, tehát a legősibb hangszer ez egyébként, és ez ilyen, tényleg ilyen spirituális hangszernek mondják, mert olyan a hangja, hogy elvarázsol, lenyugtat mindenkit. Vannak meditációs zenei anyagaim is, kifejezetten arra viszik, hogy akár gyógyító, vagy ilyen, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon jó állapotba kerüljenek az emberek. És nagyon nehéz a koncertet is összerakni úgy, hogy mindenkinek megfelelő ilyen maga a hangszer. Azért van az, hogy én sose játszok 2-10 nótákat, mert mindig, mikor idejövök, ráhangolódok, mindig előtte érek oda, és figyelem az embereket, hogy milyenek. A Kazinczy Múzeum is csatlakozott azon országos kezdeményezéshez, miszerint a múzeumok éjszakája programjait a családok évéhez kapcsolódva alakították ki a múzeumok, muzeális intézmények, kiállítóterek. Azért fontos a program, mert olyan különleges lehetőségeket kínálunk, amivel lehet, hogy olyan látogatót is megérintünk, aki a hétköznapokon valami miatt nem tér be a múzeumba. Idén a családok évéhez csatlakozott a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat is. A családokat szólítottuk meg, olyan programokat igyekeztünk összeállítani, amelyek bevonzák a kicsiktől a nagyok, szülőkön keresztül a nagyszülőket is. A Kazinczy Múzeum már most felkérést kapott, hogy csatlakozzon a múzeumok őszi fesztiváljához. Így biztosan sok érdekesség várja majd ősszel is a vendégeket a Sátoraljaújhelyi Múzeumban. Az ebben az évben a szenzációs örökségünk mottóval zajló programsorozat keretében.